50 foci sztori 30-asoknak, ahogy a 90-es évek legjobb futballtörténetei, könyv született egy 2010 óta tartó szenvedélyből, amikor néhányan hobbiból elindították a témakörben a Jó Estét, Jó Szurkolást retro foci blogot. Nos, velük a szerzőkkel beszélgetünk most, a stúdióban van a Ádám, Bánkuti Tamás és Zuckmann Péter. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Ez a műsor 2010 októberében indult, ti is 2010 körül vágtatok bele ebbe a retro foci oldalba. Hát nem tudom, 30 körül elkapott a nosztalgia már benneteket a gyermek és az ifjúkor futballja iránt és után? Hát igen, és én azzal kezdeném, hogy nagyon hálásak vagyunk, hogy így a hobbink, a mánián kapcsán egy reggeli műsorban meg tudunk erről nyilatkozni, és annak is nagyon örülünk, hogy sikerült annyi időt szánnunk rá, hogy egy könyvet össze tudtunk belőle rakni, úgyhogy mindenképpen nagyon örülünk, hogy itt lehetünk és erről beszélhetünk. Hát a teljesítmény önmagáért beszél, hiszen azért ezek mögött komoly munka van és komoly energiák vannak, ez látszik, elolvastam ezt a könyvet, meg ugye olvasom a bejegyzéseiteket. Hogy adódik ez össze? Mindenkinek van komoly tennivalója a munkája mellette. Mennyi időt fordítatok erre? Hát ez egy kulcskérdés volt a projekt során. Elég szürreálisnak tűnt, azt hiszem, hogy a Tomi ötlete volt ez, hogy írjunk egy könyvet, ez gyakorlatilag a sci-fi kategóriába tartozott, hiszen... Mikor például? Ez a vicces, hogy augusztus végén volt ráadásul ez az ötlet, és ahhoz képest ez egy viszonylag rövidre futású projekt volt, és hát akkor elkezdett az ember matekozni, hogy abban a nagyjából fél óra szabad idejében, ami egy-egy nap adódik, ezt hogyan lehet megoldani. A tanulság az, hogy az ember szerelem projektet csinál, akkor valahogy az idő így kitágul, és olyan egészen extrém megoldások is születnek, mint amikor Ádám anyaralása alatt kézzel írta a Mexikó elleni részt, mert szerintem azt sejtem, hogy a családja nem engedett gépet vinni vele, ne, hogy ott is ezzel dolgozzon. Igen, volt egy ilyen megállapodás, hogy nem viszek laptopot, viszont vittem egy füzetet és egy tollat. És erre nem szóltam. Egészen extra módon megoldottam ezzel is, úgyhogy vannak kéziratok, klasszikus hát kéziratok is. Ebben is retro a dolog, igaz? Abszolút. Visszatértünk a kézíráshoz. Most ugye nyilván a focival kapcsolatban is úgy van, hogy mindenkinek a saját ifjúkora élményei meghatározóak és a legmélyebbek. Nálatok kíváncsi vagyok, hogy melyik meccs, melyik futballista, vagy melyik élmény a kályha, vagy hát a kiinduló pont az alap? Nekem abszolút a Grasshoppers Fradi. Úgyhogy én amikor kicsit korábban kezdtem el foci meccset nézni, de a Grasshoppers Fradi az, amire tű pontosan emlékszem, úgyhogy épp ezért egyébként Vince Otto az egyik olyan ikon, aki számomra feledhetetlen. És ez csak megnövelte az ő nagyságát, hogy egyszer eljött hozzánk beszélgetni a podcastünkbe, illetve a könyvet is egyébként ő ajánlotta. Ez a hátán olvasható. És egy fejezet is szól róla, sőt, hát ugye van külön fejezet a Grasshoppers Fradiról, ami hát azért szintén Ottótól nagyon nehéz elvonatkoztatni, hiszen két gólt vágott, úgyhogy nekem abszolút ez. Hát mert hogy te fradista vagy. Igen. Őrült fradista vagy. Menjünk tovább e tekintetben. A kályha, az origó, nekem az alapélmény. Nekem az első élményem, a nagypapámmal néztük a Fradi Newcastle meccset, és ott a lisztes gólja után, és a magas térdemeléssel futás, mint gólöröm, az bocsáss meg, ez emlékszem, hogy Nyilas feltett kézzel lemegy a pályáról, Jabolcs bedobás. Volt egy ilyen a közvetítésben. Igen, és azt a magas térdemelést, azt én is iskolai focik utáni gólok után mindig megpróbáltam visszaidézni magamba. És egyébként erről is írunk egy fejezetet, hogy mik azok a focista szokások, amiket láttunk, eltanultunk a tévéből, és ott az iskolai pályán gyerekként próbáltunk utánozni, és például a Lisztesnek a magas térdemeléses gólöröme az egy tipikusan ilyen dolog volt. Igen, hát nekem szerintem az Ajax Juventus BL döntő volt 96-ban, amikor szerintem vagy viszonylag neutrálisan, vagy az Ajaxnak drukkolva ültem le, és teljesen átszellemültem, álltam fel a meccs után, és onnantól gyakorlatilag valami megmagyarázhatatlan vonzerő húz a Juventushoz. Én egyébként mind a hárman amúgy Juventus drukkerek is vagyunk. Nekem abszolút az volt ez a meccs, és az átszellemült játék, amit ott az akkori játékosok. Most néztük meg egyébként nemrég elejétől a végéig ezt a meccset újra. És hát megértem, amikor megnéztem újra, hogy miért az volt. Valami egészen más hangulata volt, mint a mostani meccseknek. Úgyhogy
Most érdekes az arány, mert háromból ketten egy magyar kötődésű élmény mondhatok, te már egy nemzetközi is. Az itt egy nagy kérdés, hogy a ti korosztályatok az egy ilyen határmezsgyén van még talán, nem? Én azt gondolom, ahol még megvannak a magyar élmények, mert akik jönnek utánatok, de egyre inkább már ezek a kiinduló pontok, ezek már mind a nemzetközi focihoz, sőt már a szurkolás első számú tárgya is külföldi csapatokhoz kötődik. Itt még megvan a magyar szál. Igen, ez abszolút így van. A könyvben is megvan egyébként. Egyébként rendszeresen, mai napig járok ki válogatott meg Fradi meccsekre, úgyhogy ez a kötődés megmaradt. Illetve egyébként pont ezt beszéltük, hogy nekünk valószínűleg azért is egy ilyen sokkal ünnepibb dolog a foci, és ebből adódik egyébként, hogy akkor ugye magyar meccseket tudtunk nézni, szintén heti egyszer kb., illetve nemzetközi meccsek azok voltak szintén heti egyszer. Most ugye egyébként hála a sportcsatornáknak, mert nagyon örülünk neki, hogy tudunk sokkal többet nézni, de azért most már annyi meccset tudunk nézni, hogy az az ünnepi hangulat az azért elmúlt, mint akkor volt, mert ugye a heti egy az azért nagyon más, mint akkoriban. Igen, mert most ugye az van, hogy meg hát amikor az ünnepnél az ember teleszi magát, utána jön a csömör, és néha ezt lehet érezni, amikor ömlik ránk a mérkőzés után. Régen ez nem fordulhatott volna elő, hogy az ember ne nézzen meg egy BL meccset, és régen nem csak úgy nézte meg, hogy beesett a tévé elé, hanem reggeltől precízen készült rá, megnézte a felállásokat, és az egész napja annak a jegyébe telt, és most meg van úgy, hogy csak megnézem, hogy tegnap milyen eredmények születtek a BL-ben, úgyhogy... Blogban, ami persze a könyvből abszolút visszaköszön, egyáltalán mi a munkamódszeretek? Mondhatom azt, hogy személyes élményekkel fűszerezett adatgyűjtés, meg hát ódák kellő öniróniával, mert ez a szál is benne van ebben. Igen, hát szerintem kötelező az önirónia a mi műfajunkban, hiszen nem szeretnénk azt állítani, hogy mi mondjuk szakértői vagyunk ennek a sportnak. Tehát abszolút egy szubjektív megélés az, amit mi tudatosan adunk át, mert azt gondoljuk, hogy ez egy kicsit így hiányzik. Tehát, hogy vagy mindenki túl komolykodja a dolgot, vagy mindenki már túl komolytalanul veszi, és szerintem pont az a legszebb ebben az egészben, hogy abban a szubjektív, vállaltan szubjektív attitűdben adjuk át, ami egyébként jellemző. Úgyhogy a blogban sincs különösebb tudatos munkamegosztás, hanem viszonylag magától jönnek ezek a stílusbeli dolgok is, hogy mennyire vagyunk önirónikusak, mennyire vagyunk saját magunk felé is cinikusak, úgyhogy szerintem ez belefér, mert nyilván így éljük meg a futballt is. Mindenkinek jönnek a saját ötletei, vagy összeültök néha, mert ugye a blogban is látja az ember, hogy nagyon szerettek különböző listákat készíteni. Voltak éppen ez a könyv is felfogható listakészítésnek is, meg számveti, nem, listakészítésnek, de ezeket a különböző válogatottakat. Most ugye a legutóbbi bejegyzés a legviccesebb Insta válogatottat raktátok össze. Nekem biztos, hogy Krisztián Vieri a kedvencem. Ja, de jó, nekünk is. A terhes feleségi azon illesztett pocakjával, az zseniális. Igen, alapvetően úgy szoktuk csinálni, hogy valaki bedobja az alapötletet, például, hogy akkor az instásokról írjunk, és akkor onnantól van egy ilyen, hát most már ez ilyen cseten megy nálunk, mert keveset tudunk összeülni, és akkor elkezdődik az ötletelés, hogy ki lehet benne a csapatban, úgyhogy ez ilyen szórakoztatóan tud zajlani. Tehát gyakorlatilag edzők vagytok ilyen értelemben, különféle retro csapatokat állítotok össze. Abszolút. Ezekkel a listákkal. Nagyon sok érdekes figura bukkan fel a könyv lapjain, és ilyen szempontból vagyok kíváncsi, hogy kik az úgynevezett esendő kedvencei, tehát azok a csetlőbotló figurák, ugye az irónia, önirónia jegyében, tehát ez nem egy ilyen heroizált könyv, ahol a nagy hősök és a bajnokok és a trófeák vannak benne, hanem sokkal inkább az érdekesség dominál. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor egy olyan kaliberű játékos, mint Cantona képes spagettit önteni a fejére és egy Neymar képet maga elé tenni, azért az azt jelenti, hogy egészen más karakterek voltak ezek a játékosok. Egyszerűen volt belülről fakadó karakterük, nem kellett őket körzővel és vonalzóval megtervezni marketing szakembereknek, és mondjuk pont ebben az említett instás cikkben is pont ez jött ki, hogy egyszerűen látszik, hogy ezek nem vezető vannak ezek az emberek, hanem mindig a saját karakterét bele tudja adni, és azért ez nagyon ritka szerintem a mostani játékosokkal szemben. Nekem ilyen csetlőbotlóba, ami azért túlzás állítani, hogy csetlőbotló, mert mégis csak bejárta
a Lációt például, és most is a Lációnál van. Én Iglitárét mindig kiemelem. Az albánisten? Igen. Így van. El kellett, hogy hangozzon a neve. Igen, Iglitárének mindig el kell hangozni, és sok podcastünkben is megjelenik. Mert attól függetlenül, hogy nyilván nem ő volt a legnagyobb sztár a világon, attól függetlenül az, hogy ő Albániából olyan játékos lett, aki azért tényleg játszott is a Lációban, és utána sportvezetőként is ott tudott maradni, az szerintem nem egy kis karrier. Hát egy pofás kis csapatot raktak most is össze, igen. Mondjuk. Igen. Én mint ASO-ban szurkoló, olyan lelkes nem vagyok tőle, de el kell ismerni, hogy rendben van. Így van, úgyhogy szerintem még a csetlőbotló karakterben is azért benne van egy ilyen Iglitare, aki annál azért sokkal többet tud. Én Gascoigne-t emelném ki, akinek nagyon szurkolunk, és neki azért nagy fentek és lentek vannak az életében, de róla is megpróbáltunk humorosan írni. Ő Európa válasz a Maradónára volt. Igen. és azt is el kell ismerni neki, hogy elveszett egyszer a Szigeten, ami egy budapesti kötődés, és ami azért egy nem kis teljesítmény egy Iron Maiden koncert után, úgyhogy... A végére értünk, én mindenkinek ajánlom a könyvet, mert az a helyzet, hogy ugye most szerintem választ is kaptunk tőletek, hogy mi a különleges a 90-es évek fociában. Ez a fésületlenség, hogy nem volt még ez a körzővel vonalzóval rajzolt gépezetek az egyéniségek fölött, hanem meg lehetett látni az embert a sportemberek mögött. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.